Köszöntöm nézőinket! Hogyan írjunk Happy Endet címmel mutatták be a napokban Fabacsovics Lili író és Józsa Tamás zeneszerző közös darabját a Túri Várban. A zenés korkép egy félre sikerült ismerkedés történetén keresztül enged betekintést a 20 évesek világába. Az esemény a Veszprém Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa projekt keretében valósult meg. Ahogyan írjunk Happy Endet című darab az Y generáció világáról szól, amit Fabacsovics Lili író-dramaturg álmodott meg, Józsa Tamás zeneszerzővel közösen. Kettejük ismerettsége még a középiskolás éveikig nyúlik vissza. Én Balatonfüreden nőttem fel, Tamás pedig Balatonalmádiban, úgyhogy így környékbeliek vagyunk, és Veszprémben a Lovasi László gimnáziumban tanultunk mind a ketten, speciális matematika tagozaton, és akkor ott beszéltük, hogy egyszer majd valamit csinálunk közösen, mert Tamást már akkor is így a zeneszerzés vonzotta, engem az írás, és matek tagozaton jó volt, hogy így lehet egy kicsit ebbe kapaszkodni, hogy majd. Józsa Tamás a Zeneakadémián, Fabacsovics Lili pedig a Színház és Filmművészeti Egyetemen végzett dramaturgként. Ahogyan írjunk Happy Endet, mindkettőjüknek vizsgaanyaga is volt. Az író számára azért is bírt különös jelentőséggel a diplomamunka, mert ennek keretén belül arról írhatott, ami leginkább érdekli. A generációjában jelenlevő tanácstalanságról, elveszettségről és az ezek mögött gyakran meghúzódó kommunikációs nehézségek. A darab ugyanis bepillantást enged a mai 20 évesek világába, legyen szó akár az álláskeresésről, akár pedig a szerelemről, a párválasztásról. Ahogyan írjunk Happy Endet, ugyanakkor mindenki számára érdekes és értékes tanúságokkal szolgálhat, ráadásul maga az előadás formája is több izgalmat rejt magában. Két fontos célunk volt magával a színházi előadással. Az egyik, hogy egy olyan produkciót hozzunk létre, amiben egyformán fontos a zene és a szöveg, tehát a dalok szerves részét képezik a történetnek, és ugyanúgy adnak hozzá a cselekményhez is, nem csak betétként vannak jelen. Másrészt pedig az, hogy egy kicsit kimozdítsuk a hagyományos színházi terekből a nézőket, illetve hát a színházi előadást is ezáltal, mert ez egy olyan előadás, ami többféle térre is adaptálható, és nem interaktív, ugyanakkor nagyon közel játszódik a nézőkhöz, és ezáltal ők is még inkább bevonódnak az egész történetbe. Ahogyan írjunk Happy Endet, igazi csapatmunka. Józsa Tamás nem csak a darab zeneszerzője, de zongorán kíséri is az előadást, míg a színészek nem csupán eljátszák, de életre is keltik a karaktereket. Mindannyiukról úgy gondolkodtam, meg azt gondolom továbbra is, hogy ők nem csak színészek, hanem színházi alkotó emberek, és tudtam, hogy ha rájuk bízom ezeket a szerepeket, akkor ők meg fogják tudni tölteni úgy élettel, amit így hiába próbál megírni az ember, igazából ahhoz, hogy színpadon működjön, ilyen kollégák kellenek hozzá. A várpalotai bemutató a Veszprém Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa projekt keretében valósult meg.